Köszöntöm a kedves nézőket, a Hálózat TV valamennyi kedves nézőjét, és most lefényképezkedünk, hogy mindörökre meglegyünk. Köszönjük, hogy ebben a gyönyörű épületben forgathatunk, a Budapesti Nemzeti Színház művész büféjében. Nagy örömmel tölt el, hogy elfogadta a meghívást Karácsony János, James. Köszönöm, hogy itt vagy. Jó napot kívánok mindenki. Kedves tanár úr, köszönöm, hogy el tudott jönni. Feltétlenül. Már bocs, hogy letanár úr aztán, de úgy tudom, hogy mostanában így is szólítanak elég sokan. Egy éve elkelt a bőröm olyan értelemben, hogy a régebbiek folyamán megtaláltak engem már nagyon nívós, jó nevű zeneiskolák azzal, hogy egyéb koros rock kollégámmal együtt tanítsuk a feljövő fiatalságot jóra, zenére. De rockzenére? Rockzenére, de egyáltalán magára a zenére, hiszen én a magam részéről nem voltam képes behajózni egy nagy közösségbe, ami esetleg 100 vagy esetleg több száz tanulót jelent, a tanári karról nem is beszélve, és ezért másfél évvel ezelőtt saját magam is belevágtam ebbe a, mint utóbb kiderült, nagyon nehéz és göröngyös pályába, vagy nem tudom, minek nevezem, James, vállalkozásba. Muszáj megkérdeznem már így rögtön ezzel kapcsolatosan. Ha én tanulnék tőled gitározni, én rettenetesen el lennék keseredve. Ugyanis tudnám, hogy soha az életben nem fog tudni úgy gitározni, mint te. Az korán sem biztos. Megmondom, hogy miért nem, mert a gitározás nálam, az én nevezzük iskolának, vagy nem tudom, minek, ilyen kis közösségnek, a gitározás csak az eszköz, az csak egy hangszer. Én zenét szeretnék tanítani, az a célom, hogy zenét tanítsak a gitár nevű hangszerrel. Mert ugye az áll hozzám a legközelebb, ahhoz van elég sok közöm, ha nem is vagyok a 100%-on, de mondjuk ez egy kicsit hülyén is hangzik a számból, nem is ezt az oldalt akarom folytatni. Tehát nehéz a dolog, meg kell, hogy mondjam. Ott tartok, hogy ezért a másfél év alatt, a kezem alatt megfordult, hogy 20-22 általános iskola 4.-5. osztályosától 42-45 éves vállalkozók. Melyik nehezebb? Tulajdonképpen a tudatlan haladó az a legnehezebb dolog. Ugye a tájékozatlan vagy műveletlen haladó az a legrosszabb. Azon már sokat mindent nem lehet javítgatni, alakítgatni, viszont begyökeresedett és tudja már, hogy ezt tudom, vagy nem tudom. Most ez... Na várjál, így én is tudok gitározni. Ez fésült ki, érted? Ezt csináld meg, és legyen belőle, nem tudom. Akármi. De ez csak egy ilyen kis gyenge kis példácska ahhoz, az képest, hogy milyen feladat előtt áll az ember. De nem a feladat nagyságát szeretném ecsetelni meg, hogy én mennyire veszem az akadályt. Gondolom, hogy a meglevő, most 18-an vagyunk jelen pillanatban, amiből 2 darab zenekar is van, egy tínédzser és egy 20 éves zenekar. Most volt a fél éves vizsga a koncertünk Szentendén és környékén, minden termében. Tanár úr izgult? Én a magam részéről a kisfiúkért izgulok mindig, mert ugye ők azok, akiknek nincs még az a, esetleg, hogy úgy mondjam, rutinjuk, vagy esetleg az a fajta tartásuk, hogy a színpadon is feszengenek, nem tudják hozni magukat úgy, mint a próbateremben. De a többiek, tehát a nagyobbak, az egy más történet. Ott a problémák másba gyökereznek. Azért 25 évvel ezelőtt jót röhögtél volna, valaki azt mondta volna, hogy 25 év múlva Szentendrén fogsz iskolában tanítani? Hát, minden esetre én a magam részéről nem gondoltam volna egyrészt, se azt, hogy én esetleg ilyen... De ez egy boldogság, nem? Azért gondolkoztam el egy pillanatra, mert kérek szépen azt történt, hogy a mit tudom én, 80, mit tudom én, 4-től vagy 3-tól, mint zenei rendező, zenei rendező, az MHV, tehát a Magyar Hangnemzeti Vállalat berkein belül, sok lemezné bábáskodtunk. MHV-t nem Mennyhártó mondjuk Vikidál? De, nevezzük őt, maradjunk ennél, legyenek ők, akkor hol a pénzem? Igen, hol a pénzem? Tehát, ott volt szerencsém nagyon sok, nagyon jó lemezt, ugye az LGT produkció keretén belül, és úgy is, mint Karácsony János. Meg kell nézni azokat a lemezeket, akár Komár László, Katona Klári, a Zorán első, második, Judy. Két dolog alól nem tudsz kibújni. Az egyik, hogyha harcra készen áll a kezedben egy hangszer, muszáj néha hozzányúlni. Ez világos. Egyelőre a zavaromat próbálom le. Ne, dehogy is. A másik, Karácsony János az LGT gitárosa. Ennyi. Hát még igen, még van szerencsém. Nem az, hogy még van szerencsém, ez lesz a következő 50 évben, figyeld meg, akármit fogsz csinálni. Ezt tudod, nem is akarod überelni szerintem. Nem is célom. Szerintem nem célom. De az LGT az egy életforma, azzal nincs mit különösebben kezdeni, se kikezdeni nem lehet, se semmit nem lehet vele csinálni. Az van, az csinálja, fogja csinálni. Csapogunk mind a ketten. Jó.
Azt mondtad, hogy az van. Úgy van, hogy éppen mostanában ugye kitört a tavasz, láz, zsongás. És lehet, és hogy összejöttünk. Hát ha azt mondom rá, hogy lehet, akkor az egy teljesen normális közhely, egy elfogadható közhely tőlünk a négyünktől, akár melyik szájába, akár tehát van az szájába. A pénz. Mondjuk, de nem igazán a pénzről van itt szó, bár valóban financiálisra vált a szakma nyilvánvalóan. Ugye hát ez a rendszer egyáltalán az egésznek az alapja, tehát ezt kikerülni ízléstelen és gusztustalan lenne, mint ahogy ha nem kerülnénk ki, az is gusztustalan és ízléstelen lenne, nem is akarok belemenni. De minden esetre a kettő, maradjunk a rendes középpontnál, a kézben jár. Uh-huh. Tehát ha azt mondom, hogy bizony kell az a pénz, hogy meglegyen a nagy produkció, a szándék megvan, a lehetőséggel élünk, ha megjön. Ennyi, én nem tudok ennél többet mondani. Bár mondhatnék, de... Tanár úr, játszol nekem 60 másodpercet. Mit szeretnél hallani? Ami eszedbe jut. Na de mégis. Valami karácsonyost. Karácsonyos. Milyen karácsonyos? Mennyi az idő? Ennyi. Mára. Viszont látásra, köszönöm szépen. Nehogy elvegy nekem. Hogyha szemembe néz, nézem a lelkem, mibe lát, minden feloldott már, vele leomlott minden határ, várja itt az éveim, és csak csúgomra egy opera énekes holtáig tanul énekelni. Folyton énektanárhoz járt. James tanít, vagy talán még tanul is? Is, természetesen. Ez komolyan muszáj, abszolút mértékben. Nem is tudod, hogy az a sok holtidő, ami az elmúlt években jellemző volt a szabadidőmre, tehát és otthon megbolondultam attól, hogy gyártottam a dalokat, csináltam az új CD-t, az új nagylemezt, vagy anyagot a fiókra, csak úgy, hogy az most valahogy kiteljesedett abban a dologban, hogy tulajdonképpen kert kivételben minden nap 2-3 tanítványom van. A hétvégek az összpróbába tennek el, és ez nekem pontosan ugyanolyan feladat, mint amilyen neki, kvázi, legalábbis én úgy érzem. Én estére úgy ki tudok bukni, hogy az tönkre megyek. Már úgy értem fáradtság, hogy szellemileg. És semmit el nem vonok a gyerekeimből, semmit. Én mindent oda akarok adni nekik, amit tudok. Nyilván a 30 év nem telt el nyomtalul. Akármi, ebből kibújni nem lehet, és a gyerekek is ezt szeretnék. De én, hajuknál fogva már, amelyiknek van, most nem rád nézel, bocsánat, tanít. Azokat leültettem, és azt mondom neki, gyerekek, do re mi fa sol la ti do, szól, és elmélet. Persze, meg különben, de rockzenében is. Mit mutat a tanárod? Skálák, oda-vissza, rockzenét sem lehet nívósan játszani. Már megvan az a 40-50 év, vagy akár több is, nem kívánt törlendő, hogyha innen nézzük a dolgot, hogy megvan a maga irodalma, megvannak a nagyságaik, van hova visszanyúlni, van hova mindenből táplálkozni, van hova előre menni. Remélem, ez a kis tapasztalat, amit összeszedtem, vagy rutin, vagy nem tudom mi, és sikerül átadjam a gyerekeimnek, már pedig vannak visszajelzések, és nagyon szeretem őket, és nagyon szeretem csinálni. Azzal fognak dicsekedni, hogy tudjátok, hogy engem a Karácsony János tanított? Csinálják, nagyon helyes. De nem is az a lényeg, nem a név a lényeg szerintem, hanem az, hogy megkaphassák. Lesz Loxi koncert, elviszel a tanítványidat? Feltétlenül. Én most játszottam már, ebben az évben játszottam már 4-et, ebből 2-3-at Szentendrén és környékén, és ott voltak, már ott voltak és látták. Világos. Duóba is, a zenekarral is. James, mi az a nyakadban, ami birizgálja a mikrofonunkat? Ezt kérlek szépen egy indiai gurútól kaptam. Igen. És mióta megkaptam, annyira úgy vagyok vele, nem merem levenni. Régebben úgy, amikor megkaptam, nem mertem hordani. Ez a szegény. Mit mondott? Mi ez? Ezt röviden. Egy zenésznek adja, aki
akinek nem ebbe kell, hogy legyen az ereje, de mindig emlékeztesse arra, hogy csak az áhított és a tehát van egy áhított cél, azt azon a szűk ösvényen lehet elérni. és hogyha betartom a szabályokat, a magam által felállított szabályokat, minden szempontból, a tisztesség szempontból, erkölcs, etika, művészeti szabályokat betartom, ez azért kell, hogy mindig emlékeztessen erre, hogy egy pillanat is sem tudjak letérni arról az útról, ami oda visz, hogy egyre jobban kinyíljon az sokunknak ember. Kéne ilyen, ugye? Ebben az országban? Nagyon sokunknak. Itt pár milliót el lehetne osztogatni. Erről mi jut eszedbe a gitárodon? Az jut eszedbe, 30 másodperc. Azért hoztam el, ennek vagyok a magyarországi endorzerje, az egyes számú. Én vagyok az első endorzer, aki ugye az arckép, vagy a hordozó, vagy mit tudom én, fordítsa le, aki akarja. És ennek kapcsán csodálatos hangszereket kaptam tőlük, a cégtől, és ezen játszom, és nem is bántam meg, és nagyon szeretem őket, és kiváló, fantasztikus hangszerek. Ennél jobban nem tudom dicsérni, csak a legjobbak. 30 másodperc. Mondani. Most egy másfajta. Gitár? Stílus. Hát valami na, klasszikus. Figyelj, hát azt mondom például, hogy nos, gyerekeid, Eszter, Rebeka nem mondogatja, hogy apu, legyen már ilyen loksi koncert, vagy nem tudom én, vagy hallgatnak loksit? Most fedezte, igen, a nagyobbik lányom az mindent hallgat, a kicsi az most fedezte fel. Ott azon veszem észre, hogy a saját kis PC-jén ott vannak a képek, hangok, hallva állandóan énekli. Mit is énekelt valamelyik nap? Én nem is tudom, LGT-ket énekel mostanában, nem tudom, most ez lett a divat nála. De eddig nem? Nem, eddig nem nagyon. Természetes. Hát gondolom, hogy ezt beleszületsz valamiben, nyilván nekik nem... ez természetes. Ő a papám. Hát mit csinál a papád? Nem tudom én, krumplit fúr. Mit csinál a papád? LGT gitárosa. Te ő az LGT gitáros, hát Istenem. Hát ő az apám. Most mit lehet vele kezdeni? De viszont most már büszkék az öregre, ugye? Valószínűleg. Ide el kell érni egyszer csak, nem? Hogyha valaki például filmzenét írjon. Nem az első, mert volt szerencsém évek alatt Mészáros Mártával, Szomjas Györgyel másokkal dolgozni, meg az LGT-vel, meg aztán még sokkal több zenét csináltunk, csak az már réges-régen volt. Egy régi kedves ismerősöm, kollégám, akivel még tévéműsorokat is csináltunk, mert szerkesztettünk egy másik csatornán a 3 évvel ezelőtt, producerré vált, és készítettek egy nagyszerű kis rövidfilmet Leonardo életéről, egy magyar-olasz-amerikai koprodukciós filmet, és annak volt szerencsém, hogy felkértek, és elkészítettem a zenéjét. Már 2 díjat is nyertünk, Leningrád, meg még már, hát csomó helyre. Most valami véletlen folytán nem szerkesztették be, vagy nem zsűrizték be a filmszemlére, de teljes véletlen utána játszották meg, vetítették műsoron kívül, tehát versenyen kívül. Nagyon szép sikert ért el. Azért hoztam el csak, hogy mutogassam, hogy kvázi ez a újkori munkásságomnak az egyik ilyen egyik csúcs teljesítménye. De itt nem áll meg a dolog. Hadd mondjam még ezt el egy mondatban, nem tudom, ezt akartad kérdezni. Ugyanez a produceri iroda, akik elkészítették a Márai Sándornak a Gyertyák Csonkig égnek című nagyszerű alkotását. A következő Márai filmet is, aminek hát egyébként talán korai lenne elmondani a címét, de az megint megkapták a jogot a következőre, és szintén én vagyok felkérve. Az egy lélegzetében is, meg fajsúlyában is, munkájában is. Semmi munkád nincs, ugye? Hát remélem, hogy van. Amellett, hogy tényleg otthon van az új anyag, és arra várok, hogy legyen egy kis időm arra, hogy eljussak 50-60%-ig otthon a kis szóval gépemmel. Igen. És akkor ugye, amikor az már megvan, utána a többit berongyul a stúdióba az ember, és akkor azért a pénzért, amit egyelőre nincs, de megpróbálom összeszedni, befejezzük a munkát. Mondjál... És a késztermékkel házalom. Persze, hát ez így van sajnos. Mondjál 3 olyan lokomotív nótát, amit te szereztél, és szerintem Sineken. Igen. Tudod? Persze. Na, Sineken, mi van még? Áld meg a dalt, Kaboló,
Mit tudom, mik vannak még? Mondjál még valamit, nem készültem, csak könyörgöm, tanár úr. És az a szólóalbumokra hasonló dalok rákerülhetnek még? Ja, érted, mire gondolok, persze. Az LGT dalok rákerülhetnek, mint remixek? James lemez, új. Nem remix. Hanem? Nem remix. Olyan típusú dolog, ami... Hát te nem tudok kibújni a bőrömből, hát én nem csinálok más műt. Én csak azt csinálom, amit az LGT-vel csináltam. Az egy másik kérdés, hogy nincsenek mellettem, hogyha négyen vagyunk, nyilván az alkotás négyünké, és rányomja a bélyegét mindenkinek az erős egyénisége, mert végül is erről van szó. Alkotás külön... négyünké? Hát nyilván. Ja, hát a Loksiba. Hát Loksiba. Ha egyedül csinálja az ember, akkor a szerzőpáros vagy a társával kell megharcolnia, de én már ott tartok, hogy ma azt is már megpróbálom én csinálni. De ti azt csináljátok, mert ti nem köszöngettek el, hanem néha összeálltok, az kész. Loksi, az van. Lehetséges, hogy figyelj, el tudsz képzelni 2007-ben vagy 2008-ban, hogy összeáll négy megasztárost és négy megasztáros gyerek, és csinálnak egy olyan produkciót, mint ti négyen csináltatok anno. Lehetséges ilyen? Ami megtölti a Tabánt, a Szigetet, a izőt. Van ilyen? Nincs. Nem tudom elképzelni, megmondom, hogy miért. Azért nem, mert menj, hogy vigyél ki a Tabánba 30-50 ezer ember csak ingyen. De miért, James? Talán a mondani való, meg ez a... Megmondom, talán az... Igen, a műsor ideje nem elég ahhoz véleményem szerint, hogy kifejtsem a véleményemet erről a témáról, de valahol ott van, hogy az a fajta mondani való abban az időben, vagyis azon a helyen, tehát a megfelelő helyen, a megfelelő időben, az a mondani való, amit az LGT képviselt akkor, és a mai napig is szerintem, bár mások vagyunk nyilvánvalóan, hogy az a ennyi embert tudott megmozgatni. Tehát ez egy társadalmi eseménynek tűnő, nekem legalábbis valami olyasmi volt. Most, hogyha ezt megcsinálná valaki, akkor az csak egy ilyen kis eseményecske lenne, talán egy kis koncert, tudod, menjünk, megnézzük. De nem olyan, hogy velejéig hatol az emberekbe, hogy én tudom. És végül is szerintem a közönségen múlik az egész. Nem is a közönségen. Hogy tudsz úgy muzsikálni őszintén, vagy nem is az őszinteség, mert ez egy elcsépelt szó. Tehát hogy tudsz azonosulni a hivatásoddal úgy, hogy hiteles maradjál, és hiteles maradjál 3 évtizedeken keresztül, és még ráadásul a csajszik is szeressenek, mondani valód is legyen, mert még a száraz fát is tudjad egy kicsit nyikhogtatni, vagy nagyon. Valahogy itt van. Talán az LGT-nek a sikere talán ebben rejlik, hogy úgy tudtuk muzsikálni, hogy az hiteles is volt, és az is, mert saját magunkat játszottuk el mindig. Soha nem a divat stílusokat kergettük, hogy ami az LGT-nek eszébe jutott, mindig azt játszottam. Most is így van, vagy így volt utólag, vagy az utolsó két nagyobb alkalommal, és hogyha lesz, akkor is az lesz. Mikor döbbentetek rá, hogy nagyon-nagyon maradandót alkottatok LGT-ileg? Hát ezt nem lehet tudni, ezt mindig az idő hozza, nem? Hát az fog meg a zsűri, tehát maga a közönség, akik szeretnek, vagy akik megvesznek, vagy akik még emlékeznek rád, vagy a gyerekek, akik így elhoznak, mint a utoljára a Szigeten, ott voltak az öregek, és ott voltak a kicsik, gyerekek, és azoknak is tetszett, és jön a visszajelzés, akkor jön elő az, hogy mint egy feltámadás, tudod? Megszületik a gyereked, azt mondod, itt a feltámadás.
Fogadj el ajándékot. Bok József Filányi Borász barátomnak a 97-es Bok küvéjét. Csodás. Néhány hangzóanyagot, Marott Vik és a Nova Kultúrzenekar vadonatúj CD-jét, Demjén 60 nagyon. És Kovacs a Torok CD-ket. Nagyon-nagyon. Hogy nagyon-nagyon nagyon szívesen adom neked, és következőt örülök kérem te tőled. Mi vagy te írtad ezt a dalt, meg még ezer másikat. Arra kérlek, hogy kezd el a sínekennek az egyik részletét játszani, és mi meg ráúsztatjuk a frankót, kíváncsi, hogy hangnemmel stimmel-e. Benne vagy? És akkor ezzel köszönjünk el. Várjál, James, egyet még tudnod kell. Nagyon büszkén viseltem, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Isten áldjon. Nyomjad meg. Kerekek a fülembe csattogják, milyen jó nekem! A kilók, a tonnák, a megatonnák, csak ontják bennem az energiát, a sínekem! A legjobb is a helyzetem, hogy fut velem, vagy jön felém a sínekem! A jól táblázott pulmonokon, a jobb a kűrönek, a vígyatorok, ugye jól viszel? Sőt, még azt is lefogadod, aki ott ül nekem, nem rokonom, nem is pont ilyen. A nagy kérdés a helyzetem, hogy fut velem, vagy jön felém a sínekem. Fék vagy a szíveség, nem te már! Nem te! Számít ebből, amit még a sínekem ember rá! Mi vagyunk? Mondd el, ha nagyon elég, én ott szálljad ki majd! Miért? Mondd el, tudod-e még mire lett. Egy hely, ahol előttünk hever a világ irodalma, a tudomány legjava, a zene és a művészetek kimeríthetetlen tárháza. Az Alexandra utat nyitott ön előtt, hogy a legegyszerűbben jusson el a Gutenberg galaxistól a Neumann galaxisig. Járt már nálunk? Az ország bármely pontján megtalál bennünket. Cicero szerint egy szoba könyvek nélkül olyan, mint a test lélek nélkül. Mi is így gondoljuk. Hadd segítsünk önnek! Alexandra könyvesboltja. Jujjuj! Hé, kollega! Félre az útból! Békák! Megjelent Marót Vik és a Nova Kultúrzenekar Egy kicsi mozgás című harmadik hanglemeze. Váljék egészségükre! Kávé nem egy ital, szenvedély. Espresso perfetto.
Az életben vannak egyértelmű dolgok, melyekben bízhatunk. Mi abban hiszünk, hogy a minőség és a szépség együtt teremtenek értéket, és kísérnek akár emberültőkön át. Az otthon, a biztonság és a harmónia nálunk egy téglában öltött testet, és így került az élet egyértelmű dolgai közé, hogy aztán az önbizalmát szolgálja. A jót nem nehéz kiválasztani. Baranya tégla. Kezdje a jövő évet Unión kötelező autóbiztosítással. A kedvező díjak mellett az Unión biztosító minden egyéni kötelezős ügyfele repülőjegyet kap ajándékba. Számoljon velünk! Unión biztosító. Csak nyugodtan! Az ízlés tesz különbözővé minket. Mégis vannak dolgok, melyek minden ember számára ugyanazt jelentik. A villányi dombok lankáin termő zamatos szőlőnedűje és egy fenséges lakoma hasonló gondolatokat ébreszt minden ínyencben. Villányban, a hordóborozóban, a pincesoron mi arra kérjük Önt, hogy hagyja hátra a mindennapok mostoha szürkeségét és a teremtés nagyszerű eszközeivel kényeztesse el Önmagát. A legnagyobb magyar slágerek és egy fantasztikus hang. Kovacs, a Torok. Szeress nagyon! Alexandra. Minden, ami könyv. Értékeinket az LDS vagyonvédelmi KFT rendszerével óvjuk. Bence Sót a Tracker Security védi. A Best of GSM-nek köszönhetően mindig és mindenhol elérhetőek vagyunk. Számítástechnikai berendezéseinket a Toner Plus Kft. Bocsátja rendelkezésünkre. Pénzügyeinket a Szigetvári Takarékszövetkezet, az ország legnagyobb takarékszövetkezete bonyolítja. Weboldalunk elérhetőségét és szolgáltatásait a Program Kft.-nek köszönhetjük. Budapesti forgatásaink alkalmával mindig a Swing Hotelben szállunk meg. Hangtechnikai berendezéseinket a Tajti Music áruházakból szerezzük be.